A televízió archívumából egy labdarúgáshoz kapcsolódó felvételt kerestünk elő. A Tiszafüredi Város és Sportegyesület 2013. júniusában ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. Ebből az alkalomból többféle eseményre, rendezvényre került sor a városban. Most azt az összefoglalót láthatják, amely a 2013. június 4-i ünnepséget örökítette meg. Ekkor zajlott le a sporttelep névadója, egy villámtorna, és a szurkolók köszöntötték a bajnokcsapatot. Ünnepi hangulat fogadta mindazokat, akik Lipcsei Elemér, a foci, a neves labdarúgó csapatok, vagy a tiszafüredi focisták kedvéért érkeztek a sportpályára, amely e naptól kezdve a Lipcsei Elemér sporttelep nevet viseli. Nem csak a labdarúgásnak, az egyesületnek, a szakvezetőknek, a tiszafüredi bajnokcsapatnak és a szurkolóknak volt ünnep ez a június 4-e, hanem a lokálpatriotizmus előtt is tisztelettünk ezen a napon. Lokálpatriótának lenni annyit jelent, hogy itt vagyok otthon, tiszafüredi lakosként, és bár nem használjuk ma már ezt a szót, tiszafüredi hazafiként. Arról a Lipcsei Elemérről, akire a jelenlévők emlékeztek ezen a délutánon, elmondhatjuk, hogy lokálpatrióta volt, és lakóhelyénél csak a labdarúgás volt fontosabb a számára. Lokálpatriótának nevezhetjük azokat a sportszerető, jószándékú embereket, akikkel itt is találkoztunk, és akik visszaemlékezéseikkel, fotókkal, jó tanácsokkal segítették, hogy méltó ünnep legyen ez a centenáriumi rendezvény. A pályán már gyermekfoci szórakoztatta a közönséget, amikor az ünnepélyes névadóra, illetve a Lipcsei Elemért ábrázoló márványtábla leleplezésére került sor. A megemlékezést Ferenci Sándor, az egyesület egykori elnöke tartotta, aki először az évfordulóról beszélt. A centenáriumi ünnepség sorozattal arra emlékezünk, mondta, hogy 1913-ban alapították meg a tiszafüredi labdarúgó csapatot. A szónok adatokat idézett Lipcsei Elemér életéből. Említette 1925-öt, amikor véglegesen Tiszafüredre költözött, és a tiszafüredi tornaklubban mezőnyjátékos, kapus, majd edző lett. Az egykori játékosok szerint alapos, következetes edző volt, és 5 évtizeden keresztül meghatározó személyisége lett a tiszafüredi labdarúgásnak. Az egyesület székházánál, a bejáratnál elhelyezett emléktáblát Ferenci Sándor és ifjabb Szűcs M. Sándor leplezte le. A rövid ünnepség után megkezdődött a centenáriumi focitorna. 16 órakor a tiszafüredi VS-e és a Vasas lépett pályára. 1 óra múlva a Budapest Honvéd játszott a DVSC-vel. A helyosztók előtt került sor a csapat és a szurkolók számára legfontosabb eseményre. A tiszafüredi Városi Sportegyesület labdarúgó csapatának tagjai átvették a 2012-13-as megyei első osztályú labdarúgó bajnokság első helyezettjének járó aranyérmeket. És akkor lássuk a névsort, hogy kik azok a játékosok, klubvezetők, akik az aranyérmet vehetik át. Spisák Györgyő, a Sportegyesület elnöke. Ferenci Sándor úr, a Sportegyesület elnökségi tagja. Dorcsák Zoltán, a csapat kapitánya. Mohácsi Gábor. Angyal Csaba. Csábi Norbert. Nagy Tibor Attila. Domokos Benjamin.
Dajka Zsolt. Seruca Béla. Pelles András. Tóth Tibor. Mester Tamás. Bozsó László. Bozsó Antal. Ulrici Attila. Kék György. Magi Béla. Dajka Mihály. Németh János, játékos munkai elfoglaltság miatt nem tud itt lenni. Nagy Imre, technikai vezető. Kapás József, a szakosztály elnökségének tagja. A csapat vezetőedzője Gál Zoltán. És hát aki nélkül elképzelhetetlen a tiszafriadi labdarúgás, Ábrahám Tamás! Gratulálunk a bajnok csapatnak, további eredményes szereplést kívánunk számukra, már most szombaton, hiszen osztályozó mérkőzésen fogadhatják a létavértes együttesét. Most pedig folytatódjék a... Ja, még a bajnok is erleg elnézést ez. Lemaradt. Kérjük szépen a csapat kapitányát, Dorcsák Zoltánt, hogy a bajnoki serleget vegye át. Tizennyolc órakor a villámtorna harmadik helyezéséért folyt a küzdelem a Honvéd és a Tiszafüred legénysége között, majd a torna győzelemért lépett pályára a Debrecen és a Vasas együttese. A tiszafüredi labdarúgás és a tiszafüredi városi sportegyesület megalakulásának 100. évfordulója tiszteletére megrendezett villámtornát a DVSC csapata nyerte. A szünetben gazdára talált az a 4 sportmez is, amelyet a tornán résztvevő csapatok ajánlottak fel. A belépő jegyet megvásárlók hozzájárultak ahhoz, hogy a tiszafüredi szivárványház, fogyatékosok, református otthona, gondozattai számára újabb sportfelszereléseket vásároljanak. A centenáriumi foci ünnep június 22-én folytatódik, a Kispál Múzeumban egy kiállítás nyílik meg a tiszafüredi labdarúgás és sportegyesület elmúlt 100 évéről, majd ugyanezen a napon a régi és a jelenlegi bajnokcsapatok tagjai lépnek pályára.
Készül az a kiadvány is, amely dr. Vadász István muzeológus kutatómunkájának eredménye, és részletes adatokkal szolgál majd a Tiszafüredi Labdarúgás és Sportegyesület történetéről. Az ünnepség tiszteletére megjelent programfüzetben már olvashattunk adatokat az 1913-as, 14-es év eseményeiből. A szervezők szeretettel várnak minden egykori és jelenlegi labdarúgót és szurkolót a rendezvényekre.